Ez a gép egyébként eredetileg az első világháború körül repült valamikor. A repülésnek gyakorlatilag. Nagyon szép lesorát láthatom. Bélának nem az első saját építésű gépe ez. Tavaly egy másik, szintén egyedi építésű vitorlázó géppel volt itt. A lényege, hogy kettő rotor van, egymással szembe forognak, így kioltják egymás centrifugális erejét, így nincsen szükség paros rotorra. Ott csak kormánylapátok vannak, mint egy normális felé, egy normál helikopternél pedig a parok rotor tartja egyenesbe a gépet. A modell elektromos meghajtású. Hasonlóan ebbe a gépbe is. Yeah.
segíti ezeket a repülőket. Kompozitból, üvegszálból, karbonból, műgy használásából készül, és teljesen egyedi. Üzemmódban is tud majd bemutatót tartani, hogy majd a délután folyamán szintén láthatunk. Ez egyébként az igazi vitorlázó gépeknél is versenyeken töltésével és kisütésével, amit tetszik. És egy nagyon szép áthúzást láthatunk. A szárnyamból körülbelül lapok úgynevezett féklapok, amivel a vitorlázó gépnek a sebességét lehet csökkenteni, és így sokkal szebb leszállást tudunk vele közölni. A helikopter egy Airwolf 600-as. A rotorjának az átmérője 1 méter 40 centi. Elektromos hajtás.
Ennek a gyönyörű bemutatónak, amit az úriembertől láthatunk, tehát akkor Walter Schäfben kell repülését láthatjuk. Valaki lője le a fiatalembert!
kell figyelni, hogy milyen sebességtartományunk a versenyt, hogy várni az mindig ilyen teszek főkültállapotra legyen, tehát hogy ott készítettünk a visszajelmében. Oh.
Robert Sixt mit seinem Feuerwerkshelikopter.